László, az MSZP képviselő azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Mennyire fontosak címmel? Miniszter úr, igen, elfogadja a válaszadó személyét, megadom a szót képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt államtitkár úr. Azokról az emberekről szeretnék beszélni, akik az iskolákban, az óvodákban, az oktatási intézményekben nap mint nap a gyermekeink mellett vannak, segítik őket, akik erejük legjobb tudásuk szerint idejük nagy részében foglalkoznak velük, és akik nélkül nem működne az oktatási intézményrendszer. Ezekről az emberekről a méltánytalanul kevés szó esik a mindennapokban, az iskolatitkárokról, az óvodatitkárokról, a kollégiumi titkárokról, a dajkákról, a laboránsokról, rendszergazdákról, iskolapszichológusokról, portásokról, takarítóknól, gondnokokról, könyvelőkről, adminisztrátorokról, gazdaságügyintézőkről, technikai személyzetről. Kevés szó esik róluk, úgy tűnik a kormánynak nem sem fontosak, ugyanis az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak fizetése már régóta nem nőtt. A közalkalmazotti bértábla alapján a legtöbben a garantált bérminimumot kapják, az állami fenntartásba vétel óta pedig a helyzetük folyamatosan romlik. 2012 végéig ugyanis az önkormányzatok alkalmazottai voltak, ott még kaphattak kafetériát, most már ezt nem kapják, és a plusz munkáját is járt bérkiegészítés, most már ezt nem kapják. Abban az időben tehát 20-30 ezer forinttal is több lehetett a jövedelmük, magasabb lehetett a fizetésük. Az iskolák államosításával gyakorlatilag ez is megszűnt. Felmerül a kérdés, miért nem biztosítanak nekik tisztességes megélhetést? Miért gondolják azt, hogy az a fizetés, amit kapnak, elég nekik? Egy állandó, kiszámítható, megfelelő tisztességes fizetés lenne a megoldás. Hallani, hogy most egyszeri 50 ezer forint bérenkívüli juttatást biztosítanak nekik, a kérdés azonban az, hiszen ez nyilván egy szép gesztus, hogy vajon a fizetésüket is megnyugtatóan emelni fogják-e? Kérdés továbbá az, hogy az NGM-hez átkerült a közalkalmazottak is megkapják ezt a fizetésemelést, és kérdezem államtitkár urat, hogy számíthatnak-e általános fizetésemelésre ezek az alkalmazottak. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt osztály, és megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Fontos tisztázni, hogy a iskolákban dolgozók ugye két részre vonthatók, az egyik, akik pedagógusok, akik közvetlenül foglalkoznak a gyermekekkel, és vannak mások, akik akár a pedagógusok munkáját segítik, akár nem órákon a gyermekekre gondolok, hanem hogyha a teljes magyar közfoglalkoztatotti, vagy a közszférában foglalkoztatotti kört nézem, akkor első körben a pedagógusok számára kínáljuk azt a fajta életpályát, amelyik egy jelentős béremeléssel is együtt jár. Ön is nagyon jól tudja, hogy azok, akik pedagógusként dolgoznak, körülbelül 40%-kal keresnek most többet, mint az ő generációkkal, akik foglalkoznak nap mint nap, nekik kell a bérét legelőször megemelni. Tettük ezt már csak azért is, hiszen a szocialisták egy havi bért elvettek tőlük, amikor a 13. havi közalkalmazotti bért megvonták a pedagógusoktól. Tehát igyekeztünk nekik egy ilyesfajta életpályát kínálni, meg is van az eredménye, hiszen többen jelentkeznek pedagógus pályára, és nagyobb a vonzó képessége a pedagógus pályának, ez más ágazatoknál jelentkezik. Mindemellett nagyon fontos, hogy akik ott dolgoznak nem pedagógusként, itt a legtöbb esetben középfokú végzettségű emberekre kell gondolni, az ő esetükben is megvalósuljon valamiféle előrelépés, és ne csak a családi típusú adókedvezmény miatt csökkenjen az a köztér, amit be kell fizessenek, ne csak a normál SZIA csökkentés, amelyik ugye a jövő évben is még 1%-kal, 15%-ra csökkenti a közternek a mértékét, terjedjen ki rájuk, hanem plusz juttatást is kapjanak. Akinek van aki úgy dolgozik iskolában, hogy van pedagógus végzettsége is, de nem pedagógusként, pedagógus munkakörben dolgozik, ők idén szeptember 1-től immáron pedagógus 1 besorolás szerinti bért kapnak, tehát nekik jelentős az előrelépésük. Akiknek pedig nincsen pedagógus végzettsége, azok számára kínáltunk egy nettó 50 ezer forintos egyszeri plusz juttatást idén, hogy az ő munkájukat is elismerjük. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, és viszont válaszra megadom a szót Kis László képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, ezt az 50 ezer forintot ezt már a szakszerekkel való tárgyalás után megígérték, hogy majd egyszer megkapják, és most nyilván örülhet mindenki, hiszen egyszerű segítséget kapnak ezek az emberek, de továbbra sem kapnak általános generális fizetésemelést. Továbbra is az a helyzet,
hogy egy középfokú végzettséggel rendelkező nem pedagógus közalkalmazott nagyjából a minimálbéren van bejelentve. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akkor 100 000 forintot kap ugye bruttóban ez a munkavállaló. Ők kapnak 50 000 forintot, ez kétségtelen. A kérdésem arra vonatkozik, hogy mikor kapnak általános fizetésemelést ezek a dolgozók, mikor kapják meg végre azt az általános fizetésemelést, amelyet régóta megérdemelnének. Az államosítás az iskolai rendszernek, ezeknek az embereknek csak bizonytalanságot, nagy részüknek fizetés csökkenést hozott. Mikor teszi meg a kormány végre azt, hogy rendezi ezeknek az embereknek a fizetését? Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg államtitkár úr, Önéhasszó államtitkár úr. Ezeknek a pénzeknek a kifizetése az folyamatosan halad. Szeptember 14-ig 14.567 ember kapott összességében 556 millió forintnyi juttatást. Nyilvánvalóan bízunk benne, hogy mindenki megkapja határidőben ezeket az összegeket. A szakszervezetekkel való tárgyalás során alakult ki a végső összeg, hiszen nekik sikerült ezt duplájára emelni, hiszen az eredeti ajánlat az 25 000 forint volt, ehhez képest most kétszer annyit vihetnek haza azok, akik nem pedagógus végzettséggel, de dolgoznak az iskolákban. A kormány minden területen igyekszik a béremelések politikáját elindítani és folytatni, és nagyon jól tudja, hogy ezt megtettük az orvosok, ápolók esetében, ezt megtettük a szociális dolgozók esetében, ágazati bérpótlékkal és más módon is. A rendvédelmi dolgozók, fegyveres testületi dolgozók azok, akik a legújabban részesültek az életpályában és a megemelt illetményben, és így halad a kormány. Mi nem a bércsökkentéseket választottuk és az adóemeléseket, hanem a munkát terhelő terhek, közterheknek a csökkentését, amely jelentős mértékű volt, és az állami szférában a béreknek az emelését, amelyben ütemezetten haladunk, és nyilvánvalóan mindenki számára előbb-utóbb bízunk benne, hogy nagyobb mértékű béremelést is tudunk garantálni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Kepli Lajos, a Jobbik képviselője.